Köszöntünk benneteket! Sziasztok! Ez itt az Anna és Berci Zöldvilága októberi adása. Az előző alkalommal egy nagyon-nagyon különleges iskolában voltunk, egy örökös ökoiskolában. Bizony, ha lemaradtatok róla, akkor irány a Győr Plusz Média YouTube csatornája, mert ott bármikor visszanézhetitek. Anna, a múltkor azt ígérted, hogy a mai alkalommal is egy különleges iskolába jövünk. Így van ez? Bizony, hogy így van. A Ravaszdi Erdei Iskolánál vagyunk. Hó, micsoda! Erdei iskola! Hú-hú! És az bent van teljesen az erdőben? Berci, mindenre válaszolok, de tudod, várj egy picit. Ja, bocsi. Na? A Ravaszdi Erdei Iskolánál vagyunk, ami a Pannonhalmi dombság közepén van, az erdő szélén. Aha, értem. És a Kisalföldi Erdőgazdaság fenntartásában működik. Anna, mióta van ez az iskola? 1999 óta. Értem. És mitől különleges ez az iskola? Mert ne haragudj, de a mögöttünk lévő lovakon kívül én itt aztán senkit nem látok, pláne nem gyerekeket. Nem is járnak ide gyerekek? Attól különleges? Hát képzeld el, felnőttek is járnak iskolába. Bizony, van ilyen, hogy felnőtt képzés. Micsoda? Na jó, erről nem ma beszélgetünk. Az erdei iskola valóban egy nagyon-nagyon különleges iskola. Na jó, de miért? Azért, mert ez nem a megszokott struktúrában működik. Itt nincsenek iskolapadok, nincsenek tankönyvek. Hát akkor ez milyen iskola? Különleges iskola. Itt bizony a gyerekek tapasztalatok és élmények alapján szeretik meg az erdőt, és tanulják meg azt, hogy rajtunk felül más élőlények is élnek a földön, akikért felelősséggel tartozunk. Aha, értem. Na jó, de akkor itt konkrétan milyen programok vannak és milyen helyek? Mindent megnézünk, mert ha hiszed, ha nem, segítségünkre van a Kisalföldi Erdőgazdaság egy munkatársa. Ha, tényleg? Bizony, Bene Zsolttal fogunk beszélgetni, már ha megtaláljuk. Ah, jó, akkor kicsit körülnézek, hát ha látom. Oh, látom is, ott van, ott van! Tényleg ott van. Szia Zsolt, szia, szia, szia! Szia Anna, szia Berci, gyertek! Zsolt, nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogathattunk ide hozzátok a Ravaszdi Erdei Iskolába. Egy pár kérdésünk lenne. Bemutatnál nekünk az Erdei Iskolát, hogy milyen helyek, helyszínek vannak ebben az iskolában? Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Egy minősített erdei iskolában vagyunk Ravaszdon, és a helyszíneiről annyit érdemes tudni, hogy egy egész komplex és szerteágazó program lehetőséget kínál ez a hely, ahol már jártunk az előbb is, van egy lovardánk, ehhez csatlakozik egy horgásztavunk, mellette vannak sportpályák, tehát különböző szabadtéri sportolási lehetőségeink vannak, emellett, ahol most vagyunk, ez az erdei iskolának a tanterme, ehhez csatlakozik egy kis étkezde, ahol a fiatalokat fogadjuk, és ahol el tudják fogyasztani a reggeliüket, uzsonnájukat, illetve van még itt a szomszédságában ennek a helységnek egy erdészettörténeti múzeum, ahol a korabeli erdészeti témájú tárgyak, eszközöknek a felvonultatása történik. Van egy méhes házunk, ami országosan is egyedülállónak mondható. Itt szintén korabeli tárgyakat mutatunk be az érdeklődőknek, és mindehhez csatlakozik egy szálláshely, illetve szállás lehetőség, ahol a diákokat, kisebb-nagyobb csoportokat, kirándulókat fogadjuk, és ahol akár egy hosszabb tartózkodásra is szeretettel várjuk őket. Az erdészet történeti kiállításról is kérdezek majd, de a méhes ház azt hiszem, hogy Bercit nagyon érdekli. Igen, igen, igen! Hogy ez azt jelenti, hogy van egy ház, ahol élnek a méhek, azt tudom, hogy családokban, és de hogy ott van velük ember is, vagy meg akkor, ha jól értem, itt ez most egy kiállítás, de ez valaha valamikor egy igazi méhes ház volt. Mesélj nekünk erről, mert ezt nem teljesen értem, de nagyon-nagyon érdekel.
Így van, Berci. Ez valóban egy olyan ház volt, ahol a méhek laktak. Átsétálunk, megnézzük majd, és azt fogod látni, hogy ott a kaptáraknak megvan a helye nagyon sok egymás mellett, és a méhész ott tudott dolgozni mellettük gyakorlatilag. Ott tudta tőlük a méhet elszedni, ellátni a különböző gondjukat, bajukat, gondozta őket, és közben ő árnyékban volt, nem verte az eső, tehát az egy kényelmi szempont gyakorlatilag. Viszont, amint már említettem, ez országosan is egy ritkaság, ez az épület, és azt képzeld el, hogy 2016-ban kaptuk egy mosonmagyaróvári festőművész hölgy adományozta nekünk, és úgy hoztuk el ide, hogy darabokra szedtük, minden egyes darabját megszámoztuk, és aztán itt pedig újra a számoknak megfelelően helyre állítottuk. Na állj! Akkor ez egy házikó, ami nem is itt volt, hanem Mosonmagyaróváron. Ott is szétszedtétek, megszámoztátok a darabokat, elhoztátok ide, és itt újra összeraktátok? Igen. Jól értem? Oh! Na várj, és amik benne vannak ilyen nagyon-nagyon-nagyon régi tárgyak, azok is onnan jöttek Mosonmagyaróváról? Megszámoztátok őket, és beraktátok a helyükre? Nem, hanem laknak a környékünkön nagyon kedves méhészek, és az ő adományaikból vannak ezek a tárgyak. Ó, Anna, hallod? Vannak itt méhészek a környéken, őket is meglátogathatnánk valamikor. Meglátogathatnánk, Berci, lehet, hogy meg is látogatjuk, de most itt vagyunk az erdei iskolában, ne térjünk el innen. Jó, akkor az erdészet történeti kiállításon is vannak ilyen régi tárgyak, és azokat is kaptátok másoktól? Így van. Kaptuk is őket, meg aztán meg is örököltük még a... Ez egy nagyon régi épület egyébként, erről azt kell tudni, és maga az erdészet is már nagyon régóta itt székel, itt tartózkodik, és abból maradtak vissza ezek a tárgyak. Értem. Berci, most egy kicsit én kérdezek, ha lehet. Ez egy iskola, de tényleg különleges iskola, mert hát per pillanat sincsenek itt gyerekek. Gondolom inkább hétvégente, vagy a nyári időszakban van tele az erdei iskola. Az érdekelne engem, hogy mennyire előre kell foglalni időpontot ide az erdei iskolába. Érdemes hónapokkal előre, vagy az is lehet, hogy csak beállítunk ide egy osztállyal, és jól érezzük itt magunkat? Mind a kettőre van lehetőség. Ugyanakkor, aki vezetett körülmények között szeretne itt egy hetet eltölteni, akár osztállyal, vagy kisebb-nagyobb csoporttal, annak érdemes jó előre már ide szólni. És akkor tényleg az is lehet, hogy mondjuk a barátom ide csak úgy eljön, meg az anyukája, az apukája, a nagymamája, a nagypapája, vagy mondjuk egy egész osztályközösség, vagy jöhet egy egész iskola, jöhet ide egy egész iskola! Természetesen. Mindenkit szeretettel várunk. Elmondanád nekünk, hogy kik oktatnak az erdei iskolákban, kik itt a pedagógusok? Van egy erdőpedagógus kolléganőnk, akinek ez a feladata, hogy itt fogadja az érkezőket, és bizonyos programokra pedig szakemberek is jönnek és tartanak foglalkozásokat. Tehát az erdészek is jönnek, és testközelből tudják megmutatni azt, hogy mi is zajlik az erdőn, mi is a mi feladatunk. És akkor, amikor kimentek az erdőbe, szoktatok látni állatokat? Vannak kint mondjuk, nem is tudom, őzek, szarvasok, medvék, farkasok. Hát medvék és farkasok tudtommal nincsenek. Hát tudom, csak vicceltem. Viszont bármilyen más állattal találkozhatunk, amik itt a hazai erdőkben, illetve itt a környékünkön előfordulnak, hiszen az erdő része a vad is, tehát elkerülhetetlen a találkozás velük. És a növényekkel is külön foglalkoztok? Természetesen tartunk növényfelismerő túrákat is, és akkor gyűjtjük őket, és a felismerésben segítünk eligazodni a fiataloknak. Amikor ide érkeztünk, egy idősebb pár érkezett ide,
És hallottam, hogy azt mondták, hogy mézkóstoláson voltak itt egyszer. Van még a mai napig ilyen programotok? Van, van természetesen. Ez erre előre be kell jelentkezni, és még ehhez kapcsolódóan annyit érdemes megjegyezni, hogy bemutató méhészet is vagyunk, és emiatt a szakmai közönséget is tudjuk fogadni, és bemutatni a mi módszereinket, és mindegyiknek, tehát a szakértőknek is, illetve a laikusoknak is egy ilyen program lehetőség ez a mézkóstolás, és a környékbeli erdőkből az általunk, illetve a méheink által előállított mézből tudnak kóstolni is. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretnék kérdezni egy utolsót, hogy itt aludhatunk ma este? Berci! Azt mondták, hogy nem feltétlenül kell bejelentkezni, de egy ittalvósra biztos, hogy be kell jelentkezni. Jó! De Anna, nekem van egy szuper ötletem! Foglaljunk le egy hetet a nyárra, szervezzünk ide egy tábort, legyünk itt minél többen ravaszdon az erdeiskolában. Mit szólsz? Ez egy nagyon jó ötlet. Megszervezzük? Hát próbáljuk meg mindenképp. Szerinted, Zsolt, lehet ilyet? Persze. Várunk benneteket szeretettel. Éljen! Zsolt, nagyon szépen köszönjük, hogy bejöhettünk ide az erdeiskolába, hogy megmutattad ezt a rengeteg csodálatos helyet, és hogy válaszoltál a kérdéseinkre. Most viszont elbúcsúzunk tőletek, de várunk benneteket a következő alkalommal is. Amikor ellátogatunk egy újabb különleges iskolába, Hát még az is lehet, de ezt már nem árulom el. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, sziasztok! Sziasztok!